Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, vagy mi az ő terve, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint jóslásoknál mindig 4000 forint. Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az középen, itt felül és alul látható. Itt az érmékről van szó. Azok jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, hivatást, hiszen ez összefügg egymással. De az arany érmék jelenthetik a belső értékeket, a megbecsülést is. Itt nála van egy kis húzavona, nem tudja hogyan tovább, hiszen mások kihasználják őt. A munkahelyén nem kapja meg az elismerést. És itt a lovas hintó jelenti a mozgást. Tulajdonképpen ő maradhat ebben a helyzetben, de a keze meg van kötve. Jelenleg nem tud még lépéseket tenni, de azért vannak nála tervek, hogy kilép ebből a szűkös helyzetből, és irányítja a hintót. Ő maradhat, de mehet, hiszen lesz egy új lehetőség számára. Hogyan érzi magát, az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te jelensz meg itt a képen, és átnyújtod számára ezt az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeket. Ő tudja azt, hogy érzelmekkel közeledsz hozzá. Ő tudja azt, hogy te szereted őt. De vannak még külső behatások, hiszen ez itt látható, vagy egy harmadik személy, vagy mások ott a környezetében, akik kihatnak rá, és emiatt van itt ez a káosz. Nála vannak ötletek, meg tervek, erre utal itt a nulla szám, de még nem tudja, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Előfordulhat, hogy kikéri mások véleményét, mindenki valami mást mond neki, ami fontos lenne, hogy észrevegye, hogy te közeledsz érzelmekkel, és megbízhat benned. Tulajdonképpen ő ezt érzi, hiszen akkor nem lenne itt ez a kártya, de nem szabadna azt megengedni, hogy mások beleavatkozzanak a dolgokba. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Kell egy kis pihenés, és a bizalom, hogy minden magától rendeződik. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból. Ezt lezárja. De még itt van egy kis szünet. Miután jobban érzi magát, és felszabadult a múltban lévő könnyektől, akkor lesz mozgás, előre mennek az események, és itt ez a kehely jelenti azt, hogy ő is kimutatja az érzelmeit. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gyermek jelent egy új kezdetet. Vannak lehetőségei, hogy valamit változtasson az anyagi helyzetén vagy a munkáján. A gyermek jelenti az ő ártatlanságát is. Ő lezár valamit, vagy a munkahelyet,
vagy ezeket a fájdalmas emlékeket. Lezárja a múltad, és itt lesz mozgás, lesz egy új irány. Itt a ravasz róka jelenthet hamis személyeket, akik így beleavatkoznak a dolgokba. A ravasz róka lehet egy negatív érzelem is, a félelmek, hogy fél attól, hogy ugyan lesz közeledés, de előbb vagy utóbb nem akarod már ezt a párkapcsolatot. Vagy fél attól, hogy téged befolyásolnak mások. Itt a gyűrű az lehet a házassága, amennyiben ő nős, de jelenthet bizonyos kapcsolatokat vagy szerződéseket is. Ezek a kapcsolatok nem tesznek jót neki. Itt a háttérben megjelenik a hamisság is. Inkább neki az lenne fontos, hogy az ő saját gondolataira, ötleteire támaszkodjon. Ez a pihenés jót tesz neki, mert ebből erőt merít. Közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, a virágcsokor, az jelentheti a te szépségedet, ő ennek tudatában van, vagy lesz egy ajándék. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, akkor is, ha itt még vannak fájdalmas emlékek a múltból, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Vagy lesznek tiszta érzelmek, hiszen lezárja a múltat. Az ő jelenlegi helyzete, itt kisüt a nap, megvilágít valamit, kimondja az igazságot, láthatóvá tesz valamit, például a hamis kapcsolatokat. A nap az jelenti a magabiztos fellépését, azt is, hogy látni akar téged, hiszen megvan a vonzalom kettőtök között. A te jelenlegi helyzeted itt a hold látható, ez jelenteti az anyukádat, az anyai érzelmeket, de az álmaidat is. És ez az álom megvalósul. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!